Na milyen? Úristen. Hát ez valami csodálatos lett. Hello, bello, mindenkinek üdv újra itt a csatornámon. Tudom, hogy rég volt már videó itt, de most egy szuperszónikus ötlettel térünk vissza. Ugyanis képzeljétek, hogy dobpörgést kérek, 70-es évekbeli nyaralót fogunk készíteni a kerti kisházból, ami jelenleg hát egy ilyen lomos, ott tároljuk a fűnyírót, a szerszámokat, szóval tényleg mindent is. Az egészet kipucoljuk, kitakarítjuk, újra festjük, és nagyon-nagyon király retro cuccokat fogunk beszerezni hozzá, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, nagyon remélem, hogy azok vagytok, akkor tartsatok velünk. A retro panziónk az teljes mértékben egy ilyen kis környezettudatos öko panzió lesz, és mindenféle olyan trükköt és megoldást fogunk beleépíteni, amit egyébként nektek is érdemes lehet megfogadni a mindennapokban. Minden abszolút egy ilyen fenntartható módon lesz kiválasztva. Egyrésztről Tomi mamájának a házából fogjuk elhozni őket, másrésztről pedig Bolha piacról fogjuk beszerezni. Na hát akkor most beavatom Tomit is a szuper ötletembe. Tomi! Gyere egy picit, léci! Szóval kitaláltam azt, hogy újítsuk fel a kertbe lévő faházat, és egy ilyen retro nyaralót csinálunk belőle. Újítsuk? Igen. Ketten. Tehát akkor újítsam. Hát ketten. Egy házasságban a többes szám, hogyha a nő mondja, az mindig egyes szám is a férjre vonatkozik. Elindultunk a piacra, hogy vásároljunk még néhány kiegészítőt, és most elsősorban olyan kiegészítőkre gondolok, mint például ilyen retro ajtófüggöny, vagy retro óra, szóval tudjátok, ilyen kis kütyük, műtyük, ilyen kis jó kis, ilyen kis porcelán, tudod, az a nyuszis porcelán, ami egyszerűen minden ilyen kicsit ilyen régebbi otthonban jelen van. Szerintem iszonyatosan szuper és menő retro dolgokat szereztünk be a piacról. Mondjuk a legkedvesebb kedvencem, őt már biztosan láthattátok korábban egy csomó videóban, illetve szereztünk még egy ilyen retro szódás szifont, ételszállítót, persze természetesen lesz szobaszáma is a panziónknak, ez pedig a 47-es lesz, illetve egy ilyen nagyon-nagyon klassz kis retro rádiót, ami képzeljétek el, hogy még működik is. Mielőtt elkezdenénk a felújítást, gondoltam még lessünk be egy kicsit, hogy milyen is volt ez a kerti sufni. Hát, amint azt láthatjátok, egy igazi lomos kisház, itt aztán tényleg minden van, kivéve rendszer. A videó elején említettem, hogy igyekszünk mindent használtan beszerezni, viszont sajnos ezt nem lehetett a gyakorlatban kivitelezni. Ugye nyilvánvalóan egy jó panzióban szükséges egy jó kis teaforraló is, és sajnos ezek a régi gépek sokszor nagyon-nagyon sok áramot fogyasztanak, és ebbe például nekünk segítségünkre lehet a MediaMarkt betörvény kezdeményezése, amely gyakorlatilag összegyűjtötte számunkra azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valamilyen szinten hozzájárulnak ahhoz, hogy tudatosabban éljünk és csökkentsük a karbonlábnyomunkat. Érdemes egyébként megnézni a weboldalt, ugyanis itt kategóriákra van szedve, és én már pont találtam itt egy szuper kis retro vízforralót, mert ki is néztem, piros, tökéletesen illik a bútorunkhoz, tökéletesen illik ez a retro balatoni kisház dizájnhoz, úgyhogy szerintem ezt meg is rendelem. Azt azért itt nektek halkan megsugnám, hogy én lettem a MediaMarkt betörvény kezdeményezésének az arca, ami azt jelenti, hogy mostantól találkozhattok velem a boltokban, illetve a weboldalon egyaránt, ahol hasznos tippekkel és trükkökkel látlak el benneteket. Másnap reggel viszonylag hamar elindultunk beszerezni a szükséges festékeket, szerszámokat, csiszológépet és egyéb kiegészítőket. Miután ezzel megvoltunk, Tomi bevállalta a munka férfias részét, a csiszolást, aminélkül nem kezdhettünk neki a festésnek. Most jön a dolognak az oroszlán része, nem tudom, hogy hogy fog sikerülni ez a festés, mert már próbálkoztunk ilyen kísérletekkel. Haladunk a munkával, most kipakoljuk, viszont berendezni már nem fogjuk tudni ma. Kiszedtünk mindent, amit innen ki lehet szedni.
És Tomi most bevállalta a kiporozását a helyiségnek. Tomi, te most a szellemekkel harcolsz, vagy a pophálókkal tulajdonképpen? Hát magammal, az akaraterőmmel és a... Itt iszonyú nagy por van, nagyon durva. Hogyha mire megérkeznek az első vendégek, ezeknek ennek a pornak el kell innen tűnnie. Félkörek közé nagyon bement a kosz, meg a por, meg a szár. Kimosztjuk a földet, meg a port ide alulra. Na, hát ugye az a baj ezzel a faház projekttel is, mint úgy általában az összes ingatlannal, ami a tiéd, hogy sosincs vége, és mindig találsz valami újat, amit meg kell csinálod, meg akarsz csinálni, vagy fel kell újítani, vagy ki akarsz cserélni, vagy más színűre, vagy más típusúra, vagy bármire. És ezért most, amíg Dóri elment Andrisért, én meglepetésből kifestem még ezt a középső falat itt, ezt itt. Na, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát ez a helyzet, hogy vannak jó és rossz híreim egyaránt. Ez az építkezés harmadik napja, és szakadó esőre ébredtünk fel, ami elég nagy szívás tekintve, hogy még nem biztos, hogy leszáradt a festék, kint van az összes cuccunk a kisház előtt, és ma még mindenképpen festenem kell. Tomi elment dolgozni, úgyhogy ma én leszek egyedül a projekt felelőse. Kifestem a belső teret, egy kicsit várok, hogy száradjon, és utána elkezdjük berendezni. Nagyjából most ezzel végeztem, és várom, hogy száradjon a fal, viszont addig most így pont így érzem ezt a lendületet, úgyhogy elkezdem berendezni legalábbis a legfontosabb bútorokat mindenképpen. Támadt egy olyan ötletem, hogy azért kellene pár kép a szoba falára, úgyhogy most keresek néhány ilyen retro képet. Nagyon-nagyon király képeket találtam fent, például ezt a tojásosat mindenképpen nyomtatom is ki. El is készült, úgyhogy megy is a nyaralunk falára. Néhány környezettudatos kis táblára is sor került. Kávézó felirat szerintem tök egyértelmű, hogy ide a konyhába kerül, ez ide így pont passzol, már csak egy árlista hiányzik. Képzeljétek el, hogy az imént futott be a futár, és meghozta nekem a MediaMarktos csomagomat. Ez nagyon durván jól néz ki, ez a kis teaforraló. Én azt gondolom, hogy ma nagyon sokat sikerült haladni, és holnapra szépen kipihenem magam, és... el is jött a nagy nap. Na jó reggelt kívánok mindenkinek, hát ma van az ünnepélyes átadás napja, és esküszöm, hogy izgulok, még egy pár dolgot el kell intéznem, úgyhogy gyorsan ki is kelek az ágyból. Egy panzió nyitása előtt olyanokra is gondolni kell, mint például a textíliák alapos kitisztítása. Igyekezzünk ezt is fenntartható módon végezni, és az Eco programot választani. Extra tipp pedig, hogy ilyenkor nyáron a szárítógép helyett inkább igyekezzünk választani a napsugarakat a textíliáink szárítására. Perceken belül kezdődik az ünnepélyes megnyitó, én pedig készítettem egy ilyen nagyon klassz kis meghívót Tomi számára, aki egyébként még nem látta a nyaralót, úgyhogy megyek és átadom neki a meghívót. Ez a nyaralomban meghívó? Igen, te még nem láttad. Nem lehet bemenni? Nem. Hú, de jó, hogy megkaptam. Na gyere! De hol van a fúvózzenekar, meg a mazsodett csoport, amit megbeszéltünk? Ez ilyen csendes társ. Itt látható, itt lehet kibérelni, íme az apartman, a 47-es szobaszámot kapta meg, nem véletlenül. Az apartman előtt található egy ilyen kis wellness pihenő részleg, itt lehet napozni, illetve 1000 forint per napért igénybe lehet venni a napernyő szolgáltatásait, amit ott magad mellett találsz. Itt látható a vizes blokk, ami valódi termálvízből készült. Ugyanis fúrt kutunk van, ezzel is... Zsitva van? Hát ezek szerint igen. Hát ezzel is az öko és a környezetbarát szállásunkat erősítjük, hogy fúrt kutból termálvizet nyerünk ki, ez egyébként használható wellness célokra, de tisztálkodási célokra is és, egyaránt. És van egy esőérzékelő itt fönt, hogyha esik az eső, akkor nem kapcsol be a locsoló. Így van. Az így öntöző? Van. Én azt mondom, hogy fáradjunk beljebb. Ja, kommen Sie bitte sehr. Gerne. Yes.
A napra lehetni, nézni, de lehet nem. Értek? Igen. Ez valami csodálatos. Csodálatos? Esküszöm az életemre. Hát ez valami csodálatos lett. Az a mamám tükre volt. Igen. Hát ez nagyon aranyos. Szerintem is egyébként. Itt van csodálatos. A konyha részleg. Készültem a konyhába egy kis aprósággal a vendégek részére. Itt tudsz kávét főzni magadnak, jaj, van egy ilyen ez. Szuper környezetbarát vízforralónk is. Hogyha szeretnél tisztálkodni a termálvízzel, akkor itt van hozzá egy kis szappan. Dohányzás nem engedélyezett a szobában. Én is dohányzom. De hogyha szeretne dohányozni, akkor kint a ház. 100 méterre van erre lehetőség. Háztól 4 kilométerre vagy a busz, van 500 kilométerre van Kambodzsa, és onnan lehet. Telefonálási lehetőség, de perzdíjas sajnos, mert itt vidéken nagyon drága a telefon. Van egy rádió, tehát hogyha szeretne szórakozni, ez működőképes is. Hát ez konkrétan egy nyári lak. Szóval hát egy ilyen 4 nap alatt el is készült ez a retro nyaraló, jó sok munkánk van benne egyébként, tényleg rengeteget dolgoztunk rajta, én is és Tomi is, de szerintem nagyon klassz lett az eredmény. És azért lesz ez nagyon fantasztikus, mert ugye a legtöbb tárgy, vagy a tárgyaknak egy része, az a mi családunknak a kis dolgai voltak, ami azt jelenti, hogy például ez a koffer, ez a nagypapámé volt, akit én nem is ismertem, mert még azelőtt halt meg, hogy én megszülettem volna. Tehát nem most az, hogy most ez egy 80-100 éves bőrönt, hanem hogy a családunknak a tulajdona. Utazás a múltba, emlékidézés, úgyhogy szerintem tök jó, hogy ezt megcsináltuk. Az meg külön jó, hogy azért próbáltuk ezt környezettudatos módon, a lehető legkevesebből és a lehető legkevesebb energiafelhasználással kihozni. Hogyha szeretnétek még hasonló átalakításokról, vagy esetleg azt, hogy Tomi barkácsol látni felvételeket, akkor írjátok meg kommentben, illetve azt is írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e jönni aludni ebbe a vendégházba. A kommentelők között egy vendégészakát sorsolunk ki ingyenes wellness használattal, úgyhogy megint kommentálni. Jók legyetek, szép napot mindenkinek, szevasztok!